Ma reggel 5:30 körül arra ébredtünk, hogy hangos bemondó. De ezt én nem is annyira hallottam inkább, hanem a fiam meg a barátnője, mert én olyan mélyen aludtam. Nem tudom, hogy azt mondták, hogy menjünk ki, vagy valami hasonló dolgot. És aztán kinéztünk az ablakon, és láttuk, hogy egyenruhás emberek állnak itt a kapu előtt. Aztán a fiam kinézett az ajtón, őt szabályosan kicibálták az útra, és mentem utána, hogy kérdezzem, hogy mi van, hogy egyáltalán mi ez az egész. Egy szál pólóba, magyarul szinte pucéran, engemet is odaállítottak a kocsi mögé, és azt mondták, fogjam be a számot, mert egyébként bilincsbe vernek, és utána egy 2 perc múlva kijött a fiam barátnője is, aki 5 hónapos terhes, és azt is odaállították, még pisilni sem engedték egyáltalán, és aztán bejöttek ezek az emberek ide a lakásba, többre folyamatosan fenyegettek bennünket, úgyhogy már attól féltem, hogy megindul a szülés a kismamánál, meg stb. És ez tartott egy olyan 1,5-2 óra hosszán keresztül, és utána jött egy civil ruhás nyomozó, aki azt mondta, hogy most már visszamehetünk a lakásba. Mondtam neki, hogy legalább mutatkozzon be. Erre ő nekem így a 2 ujját felemelt a levegőbe, hogy magyarul béke veled Isten áldjon, nem volt hajlandó bemutatkozni sem. És amikor visszajöttünk a lakásba, akkor ugye ez fogadott bennünket. Összetörölték a bútorokat, tehát lakhatatlanná tették a lakást. A gázkazánt összetörték, a stírfűrészt, ami magyarul a megélhetésünket biztosítja, leborították olajjal, a redőnyöket leszaggatták, a bútorokat összetörölték. Olyan kárt csináltak, hogy a lakás egyszerűen nem használható most már semmilyen.